16. alkalommal gyűltek össze a Medibol szerelmesei Abem József általános iskola tornatermében egy országos bajnokságon mérték össze tudásukat. A mai napon a 16. országos bajnokságot rendezzük, minden évben ugye kétszer kerül rá sor, egy tavaszi forduló, egy őszi forduló, és most is 120 versenyző érkezett sok nagyvárosból, 15 klubból, ha minden igaz, a legfiatalabb versenyző 7 éves, a legidősebb versenyző pedig 70 év fölött van, úgyhogy mondhatni nagyon széles a versenyzői paletta. Mindenki saját korosztály szerint fiúk, lányok külön mérkőznek, illetve kreatívoznak, ugyanis több kategóriában lehet versenyezni. Egyéni kreatív kategóriák, csoportos gyakorlatok és mérkőzések vannak a mai napon. Vannak ugye nézőpontok, ami alapján az 5 bírónak hozza a döntését. Stabilitás, egyensúlyérzék, egyfajta kreativitás, ugye egyéni kreatív mozgásnak hívjuk, ami azt jelenti, hogy nem előre begyakorolt mozgássorról van szó, és nem a mozdulat elemeit bontozzák a bírók, hanem a kreativitást, az egyéni önkifejezést, ami benne van, ugyanis mindenki, aki feláll az egyes pásra ezt az egyéni kreatív gyakorlatot bemutatni, ő akkor ott helyszínen, abban a pillanatban teszi össze a saját gyakorlatát. Mérkőzések úgy vannak, hogy gyerekektől felnőttig, külön korosztályonként, és van egyéni mérkőzés, egy-egy játékos játszik egymás ellen, és van páros mérkőzés, ennek is két verziója, fiú pár ellen, vagy lány pár ellen, illetve vegyes mérkőzések vannak, akkor fiú-lány pár, egy másik fiú-lány pár ellen. Ez úgy történik, hogy van gyerekpálya, felnőtt pálya 5 méter x 10 méter hosszú, ez az egyéni mérkőzés, és bírói vezetéssel, pontszerzésre megy a játék, ami úgymond különleges más ütős-labdás játékhoz képest, hogy nem csak azt nézzük, hogy leesik a labda, vagy kint van a vonalon, vagy bent van a vonalon belül, hanem van egyfajta technikai sajátossága a medibolnak, amit a versenyzőnek tartani kell, és az elsődleges irányelv az, hogy az a játékos tud medibol versenyen úgymond győzni, aki a medibol szellemiségével megfelelően mozgatja az ütős-labdát, vagyis egy év, egy lendület, egy erő befektetésével hozza létre a mozdulatokat. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.